az én feladatom elsősorban majd a felnőtt csapat irányítására fog terelődni, de azt gondolom, hogy az egész Spartakusnak az arculat építésével, futballszakmai arculat építésével fogunk így közösen tevékenykedni és szerepet vállalni a kollégákkal. Tényleg igyekeztem mindent átgondolni, és olyan stábot összerakni és úgy felépíteni ezt az egészet, hogy ugye annak idején edzőként, aztán készülvezetőként ezt megálmodtam, és most erre lehetőséget kaptunk. Talán a korábbi évek kevésbé sikeres időszakai miatt is, és reméljük, hogy most meg tudjuk ugrani ezt a lépést, hogy a Spartakuszt olyan szakmai útra terelni személyektől függetlenül, most mindenképpen mondom, hogy hosszú távon sikeres tudjon lenni, hogy hosszú távon egy olyan klub legyen, ami a térségbe vezető szerepet tud bejátszani.